Repülős Gizi, a tolvajok királynője. Efféle neveket aggattak arra az asszonyra, aki egész életében lopkodott. Legutóbbi börtönbüntetése alatt most megírta az összes emlékét. Sok meghökkentő állítása közül a két legmeglepőbb. Az első, hogy ő voltaképpen nem is bűnös, hanem beteg, kleptomániás. A másik, hogy soha életében nem ült repülőn. Három fő bűnöm volt, az édesanyám sváb, a férjem kulák, én református kollégiumban tanultam, mint tanítónő. Ez egy fő bűn volt a Rákosi rendszerbe. És akkor akart nekem egy, magának egy hírnevet, nekem és engem hírhetté tett vele. Repülős Gizi lettem azóta, és ha azóta bármi történt, én hiába 40 vagy 20 ezret loptam, ellopkodtam, mert ez volt a mániám, betege voltam ennek. De soha nem ültem repülőn. A fekete bárányok családjaiban a rokonok nem szeretik, ha emlegetve vannak. Igazuk is van, miért közösködnének velem, tolvaj vagyok, szégyent hozok rájuk, mindegyiknek megvan a baráti köre, ismertsége. Kínos helyzetbe kerülnek miattam. Titok vagyok, senkinek fogalma sincs róla, mi van velem, mi körülöttem az igazság. Egy jól kitalált csúfnév lettem, a szocialista bűnüldözés sikere, a lefülelt, besúranó tolvaj, Repülős Gizi, aki légijárattal lopja körbe Magyarországot. 56 után Európát, és úgy súran be a házba, akár valami nyári húzat. Csináltak agyi CT-t, és még ma is ott van a sorvadásos véllebenyek, és a kisagynál még élő véllebenyek vannak, kettő is. És ez az, ami korlátozza az akaratomat. Időközönként a cselekmények ideje alatt is. Nem gyorsan dolgoztam, nem kapkodtam, lassú voltam, láthatatlan és fegyelmezett. Úgy osonta be, mintha nem is lennék, levegőt is alig vettem, csak ez érdekelt, kijátszani az embereket. Csábított, izgatott, majd megőrültem a vágytól, hogy meg tudom-e csinálni. Minél nagyobb képtelenség, annál jobb. Kifelé mindig a főkapun, a bejárati ajtón mentem. Úgy vonultam ki, mint egy győztes hadvezér. Volt, amikor csak szőlőgve, borpincékbe aludtam, és ugye bácsi pártfogolt, még fiatal voltam. Volt, amikor ha láttam egy nyitott kaput, bementem, kóborogtam lakásba, elhoztam vagy aranyat, vagy ezt, vagy azt, de mindig loptam. A szüleim eleinte, mikor éltek, ők mindig visszavittek, ha meg ki tud, észrevették rajtam, mert előtte nem lehetett észrevenni, mert nem előre megterveztem, hanem utána voltam beteg, meg rosszul, meg, és akkor azt észrevettem, és akkor elkezdtek faggatni, és utána a gyerekeim is, de beleuntak, aztán egyedül mentem lakni. Azért, mert mindig ők, az ők életüket is felforgatták, azzal, ha ott voltam bejelentve náluk, akkor ott csináltak házkutatást, ők rájuk hozták a szégyen. A Dohány utcában sok aranyműves lakott. Csábítottak nagyon, elkerültem őket, de ösztönösen valahogy megint arra sétáltam. Egyszer láttam, hogy egy magas földszinti lakás ajtaja nyitva van. Az lett az én vesztem, hogy a nagy dupla szárnyas ajtó nyitva volt, és ez látszott, mert a hosszú folyosó ajtaja is nyitva maradt, sőt, még a lakás belső ajtaja is, és én láttam, hogy ez a lakás tulajdonképpen egy nagy, többszobás, átrendezett aranyműves műhely. Micsoda csábítás ez, egy magamfajta kleptománnak. Hogy is lehetett volna ellenállni neki? Talán szellőztettek, mert a hátsó szoba ajtaja is nyitva volt, és háttal az ajtónak az asztaloknál dolgoztak a mesteremberek. Oldalt nyílt egy ajtó, ott volt az iroda. Többen is dolgoztak a műhelyben, és én úgy surrantam be mögöttük, hogy egyikük sem vett észre. Bele voltak merülve a munkába, mégis érdekes, hogy egyikük periférikus látása sem érzékelt. Összesen hány évet töltött börtönbe? Nos, persze, ebből is csináltak egy nagy reklámot, azt mondták, 40 év, 20 év találgattak. Hát pontosan olyan ember számította ki, akinek joga volt és tudott oda férkőzni, tehát hogy mennyi, 15 év, 6 hónapot. Én már veterán vagyok, a múlt század tanúja. Egy asszony, aki a tolvajok királynőjéből a zsiványok zsémbes nagymamája lett. Aki már mindent megmondhat, mert nekem, a Repülős Gizinek, az élő legendának, aki komolyabb börtönszakértő, mint a magyar büntetés végrehajtás, együttvéve egy őr sem mer visszaszólni. És ha más nem is, ennyi talán kijár. Én az Eszterházi családdal megismerkedtem a kalocsai börtönben. A legnagyobb arisztokrata családok asszonyai akkor Kalocsán ültek, Eszterházi hercegnő, Almási grófnő, olasz követ feleség, belga orany, és 40-en voltunk, akik osztályidegenként külön zárkába.
ebből három Eszterházi volt, egyik az Édenszer lány, és a hét végeken a férjek, akik abban az időben teljesedényeket mosogattak meg, de lejöttek mindig az ablak alá, és én kicsúziztam. Én voltam a bátor, a leveleket nekik. Az osztigát különben már ismertem, ettem ilyesmit többször is Párizsban. El is tudtam készíteni, arrafelé gombával főzték a franciák. De ez a szertartásos ünnep ismeretlen volt előttem. Párizsban majdnem nyersen ettük a csigát, ahogy megvettem, ecetes vízbe raktam. A csigák reggelre kibújtak a házukból, és megmostam őket. Gombával felséges. A csigát literre vagy kilóra lehetett venni, minél nagyobb, annál drágább. Függetlenül attól, hogy ez volt az életemben, valahogy szerettem az életemet, mert zajos volt. Ödipusz addig menekült a sorsa elől, míg beteljesítette azt, bizony valahogy én is így jártam. Addig menekültem Repülős Gizi elől, míg az maradtam, míg végleg én nem lettem a tolvajok királynője. Most itt vagyok 81 évesen, akár az öreg Ödipusz, aki Kolonoszba kerül a lányával, Antigonéval. És nincs semmi más az öreg királynak, csak a hírneve. Semmi más kincse, csak hogy mindenki ismeri. Mindenki tudja a hellén világban, hogy kicsoda ő. Egy borzalmas tett miatt ő a legismertebb. Itt vagyok én is, az öreg tolvaj, és nincs másom, csak a hírhedtségem.